Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Lovászi Lászlót, az ENSZ emberi jogi szakértőjét, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomáciai Tanszékének tudományos főmunkatársát, és nem mellesleg a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Központjának kutatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Mi meg köszönjük, hogy elfogadta, és a jövőképességet talán el is kezdte már magyarázni nekem, és feltételezem, hogyha számomra kérdés, akkor a hallgatók is kíváncsiak lennének rá, hiszen olyan hírt fogunk majd utána együtt elemezni az én kérdéseimmel és az ön válaszaival, mert én nem tudom ezekre a választ, hogy állítólag már folyamatban van a transzneműségnek egy következő fázis, amikor már nem csak örökbe fogadnak, vagy béranyával juthatnak gyermekhez, hanem még transzplantációt akarnak elvégezni, amely által teljessé válhat a nemüknek a váltása, és immár férfiként született emberek is szülhetnek. Tehát, hogyha ebbe így belegondol az ember, akkor már is a jövőképességet górcső alá kell venni. Tehát akkor ezt kutatja ezek szerint ez az intézmény? Hát konkrétan ezt a témát nem. Konkrétan nem. Csak magát a trendnek a kifutását esetleg. Abban a szempontból a kutatásomhoz tartozik a téma, hogy azt vizsgáljuk, hogy az emberi jogok, illetve a technológia kapcsolata hogyan néz ki, és az elmúlt 30-40-50 évben milyen olyan összefüggések, milyen olyan trendek azonosíthatóak be, amelyek kihívást intézhetnek a jelenlegi jogi, társadalmi és akármilyen politikai berendezkedésünk kapcsán is, hiszen ezek a technológiai innovációk, nem csak a biotechnológia, hanem a mesterséges intelligencia, illetve ez kapcsolatos újabb fejlemények olyan alapvető változásokat sugárnak, amelyekre már most fel kell tudnunk készülni, illetve már most olyan fogozkodókkal és olyan eszköztárral kell rendelkezni, ami az biztosítja, hogy a stabilitás, illetve a társadalomnak a fejlődése, fenntartható fejlődése is biztosítható legyen. Ez már önmagában is egy óriási kérdés. Hogyan fenntartható úgy, hogy eddig azért úgy nagyjából kiegyenlítetten születnek férfiak, nők, legalábbis úgy tűnik, hogy erről így a természet is gondoskodik. Most ez is felborul. A felállás is felborul, tehát ugye a családmodelltől kezdve, tehát valóban elvezet egész a politikáig, hogy teljesen más lesz a népesség, mint ahogy eredetileg megszületett. Tehát ez már olyan beavatkozás, ami minden szempontból befolyásolja az egész társadalomnak a mentális állapotát is, ha úgy tetszik, ami most sem igazán jó, ha úgy vesszük Magyarországon. Igen, csak ugye hogy ez onnan is lehet nézni, hogy ez nem biztos, hogy ez most következett be, hanem egy folyamatosan alakuló fejlemény, hiszen az abortusz is egy ilyen beavatkozás, hiszen azokban az országokban, ahol kifejezetten államilag támogatták ezeket a beavatkozásokat, ott eleve felborultak a nemek közötti arányok, lásd azokban az országokban, ahol ezt államilag támogatták, ott a férfiak aránya sokkal magasabb, mármint a fiúk aránya sokkal magasabb. Mert hogy a lány magzatokat nem akarták megtartani. Így van. Tehát ez megint a technológiával összefüggésbe hozható fejlemény, hiszen régebben is volt, több társadalomban is ismert volt az abortusz, mint fejlemény, de csak az utóbbi 30-40 évben vált tömegesen lehetővé ez a típusú beavatkozás. De azt hiszem, hogy egy kicsit elugaszkodtunk az eredeti témánktól. Talán a folyamat szempontjából nem, hiszen nyilván ez a hosszú kifutási idő erre is érvényes, hogy a transzneműség először csak hírként jelenik meg, utána évek telnek el, mire eljut erre a pontra, hogy felmerülhet egy ilyen beavatkozás. Igen, tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést ott kellene ketté választani, hogy valóban születnek
olyan gyermekek, akiknek több neme van, tehát úgy lehetne megfogalmazni, hogy hermafroditák, és ott valóban kérdésé válik az, hogy nekik el kell dönteni valamilyen szinten, hogy melyik nemhez tartoznak. De ez a genetikai, genetikai tényezőkkel van elsősorban összefüggésben. De a másik kérdés, ami az utóbbi időben ugye felerősödő, az, amikor úgymond választhatóvá szeretnék tenni az, hogy akár gyermekkorban, akár későbbi korban megváltoztassa valaki a nemét, és ezzel kapcsolatban történtek a nemzetközi jog szempontjából különböző fejlemények. És én úgy gondolom, hogyha ebben a kontextusban nézünk, akkor elsősorban vagy az alapkövetkező tényezőket kell figyelembe venni. Az első az, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, illetve az emberi jogok európai egyezménye mentén születtek olyan bírósági ítéletek, döntések, amelyek ezt a folyamatot az elmúlt 40-50 évben alapvetően befolyásolták, és erről esetleg kicsit a későbbiekben tudunk beszélni. Feltétlenül. Ugyanakkor az fontos rögzíteni, hogy mind a nyilatkozat, ami egyébként nem nemzetközi jogi dokumentum abban az értelemben, hogy az a részes államok elfogadták volna, hiszen ez egy nyilatkozat volt, amit az Nemzetközi Ülésen készfeltartása megszavazta. De a többi nemzetközi egyezmény, így az Emberi Jogok Európai Egyezménye, vagy a nők jogaival foglalkozó 1979-es egyezmény, ugyanígy a 90-ben elfogadott gyermekek jogaival foglalkozó egyezmény, illetve a fogyatékos személyek jogaival foglalkozó egyezményeknek a mentén olyan típusú döntések, olyan típusú fejlemények születtek, amelyek ezt a folyamatot ugyanúgy befolyásolták. A legfontosabb az a megítélésem szerint látni, amire kicsit később ebben fogunk beszélni, hogy az esetjog az, ami igazán alakítja ezt a folyamatot, tehát a különböző bírói testületeknek a döntései alapján. Tehát ez Európában is igaz? Európában is, igen, Európában. Erről fogunk majd beszélni, hiszen utána összegyűjtöttem a releváns ítéleteket, amelyek érdekesek lehetnek a mi szempontunkból. Említettem már, hogy az erkölcsi kérdések és a technológiai aspektusok fontossága szintén egyre nyilvánvalóbbá válik, különösen annak fényében, annak tükrében, amire egyébként korábban, amikor itt látogatást tehettem a stúdióban, már beszéltünk róla, ez pedig az embernek a fogalma. Hiszen az ember, mint biológiai lény, nincsen definiálva nemzetközi jogban. Ennek számos olyan aspektusa van, ami nincsen tisztázva. Tehát, hogy ugye említése került az, hogy férfibe női méhet lehessen beültetni, vagy nem. Ugye ez az embernek a biológiai lényét érinti, hiszen egy külső mesterséges beavatkozás következtében egy olyan állapot előállításra kerül sor, ami egyébként a természetben nem fordul elő. Ez olyan emberi, megítélésem szerint olyan emberi jogi kérdéseket és kívásokat jelent, amire ma, ha csak a technológiai oldalról nézzük, nincsen válasz, hiszen ma már ott tartunk, hogy a technológia lehetővé tesz számos olyan beavatkozás, amelyek mondjuk akár 50 vagy 100 vagy 150 évvel ezelőtt nem hogy álmodni nem lehetett, vagy nem, hogy elképzelni nem lehetett, hanem egyenesen olyan típusú megítélés alá estek, amelyek ugye nagyon ellentmondásosak voltak. Még az embereknek az erkölcsi felfogása is gyakorlatilag egy folyamatos változáson megy át, ez ezt jelenti? Igen, részben ez így van, hiszen az egészségügy, meg akár a gyógyszeripar, vagy a gyógyszereknek a jelentőségét nézzük, akár
a várható élettartalmat nézzük, az mind az elmúlt 100 évben következett be olyan szempontból, hogy beavatkoztunk az emberítésbe. Hiszen a gyógyszerek egy nagyon komoly beavatkozás jelentene. Ugyanakkor... De hát közben meg is hosszabbítják az életet. Így van. Tehát ugye... az olyan, ugyanennek a beavatkozásnak egy másik oldala ön szerint? Hát ez a beavatkozás ez nem az élet meghosszabbításáról szól. A méhtranszplantáció az nem. Az nem. Mondjuk az antibiotikum az igen. Az igen. Tehát viszont itt az erkölcsi vonalakat meg kell húzni. Igen. Tehát az egyik az életvédelme érdekében történik, más viszont nem biztos, hogy az életnek a meghosszabbítását vagy a védelmét jelenti. Viszont meg később fogunk erről beszélni, hogy önmagában a nem váltó műtéteknek a kockázatairól nem esik szó. Igen. És ugye egyre nagyobb kérdés jelent az is, hogy azonban az országunkban, ahol mondjuk gyermekeken végeznek ilyen típusú kezeléseket, ugye először blokkolni kell a nemi érés egyik irányba, ahhoz, hogy a másik irányba úgymond el lehessen indítani. Ezeknek a kockázatairól, vagy ezeknek a következményeiről legalábbis a tematizálók oldaláról nem mindig jelenik meg, illetve nem látható. És a legutolsó kérdés pedig az, hogy ezek a műtéteknek a költségei is jelentősek, amely szintén nem kerülnek ismertetésre, hiszen a legújabb, vagy egyik legfrissebb összegzés szerint pont azt hiszem a Business Insider oldalán jelent meg, ami egy üzleti portál, hogy egy átalakító műtétnek a költsége az $100,000 is meghaladhatja, tehát egy 30 millió forintos összeget is meghaladhatja. És akkor ugye ez nagy kérdés, hogy ki viseli, de még azt a kérdést is fölveti bennem, hogy általában azért például a gyógyszerek, illetve a biológiai lehetőségek, technológiáknál gondolom kutatóként is azt mondja, hogy kell ezeknek a kockázatait, mellékhatásait feltárni, ez hozzátartozna. Tehát itt már látszik már is, hogy itt egy politikai erkölcsi kérdésről van szó, hiszen az egyik oldaláról egyáltalán nem beszélnek, nincs teljes körű tájékoztatás sem ezek szerint erről. Olyannyira, hogy például az Emberi Jogok Európai Bíróságának egy 2007-es ítéletében, ami Litvánia ügyében született, mindenféle egy elnevezetű keremező ügyében született, a bírák úgy találták, hogy ezzel kapcsolatos kiadások nem lehet figyelembe venni, hiszen majdnem idézem, csak ugye angolul van az ítélet, egy költségvetési teher nem lehet jelentős az alacsony számú érintettek miatt, így az operáció halasztása, megtagadása, az egyezmény megsértését jelentheti a bírók szerint. Tehát egy, érdekes. Tehát, hogy amikor a állami költségvetési és egyébként a tagállami hatáskörben lévő kérdés tekintetében, tehát hogy a családmodell vonatkozásában is most már születnek olyan ítéletek, amelyek minden szempontból azt lehet mondani, hogy a bírói aktivizmusnak a megjelenését jelenti. Hát ugye ennek lehetne egy humánus oldala, ha megoldaná azt a problémát, amiért ez a műtét zajlik. Ezt ugye nem vizsgálhatjuk, mert nem látjuk, hogy a kutatók közé tehetnék azokat az eredményeket, amelyek azt a kockázatokat, illetve hogy a megoldás megtörténik-e a transzneműséggel, azzal a műtétel, amit ugye itt most csak pénzügyileg próbálnak. Hát valóban akkor, ha mindent megoldanak, akkor bagatelizálni lehetne az anyagi költségeit esetleg humánus szempontból, de hát arról nincsen szó, hogy ez nem feltétlenül oldja meg, és hát vannak, akik meg is bánják. És utána velük mi lesz? Én nem vagyok orvos, én csak annyit tudok mondani, hogy a felméréshez, egyes felméréshez szerint a műtétet követően nagyon sokan szerették volna visszafordítani ezt a folyamatot. Az Egyesült Államokban 2015-ben készítettek egy nagyobb felmérés, és itt
itt az, ebből az derült ki, hogy 4000 ember nem volt elég enetaggal, hogy megváltoztatták a nemét, és a statisztikák azt mondják, vagy azt mutatják egyes kutatások szerint, hogy a nem váltó műtéteket választó személyek körében a öngyilkosság aránya 8-szor magasabb, mint a népesség egészében, és egy végezetül érdekes esetet lehetne megemlíteni, Jamie Shoup esetét, aki Amerikában a mozgalomnak az egyik leghíresebb törő személyiségeként jelent meg. Ő férfiként született, több évig nőként ért, majd egy speciális jogi lépésként el tudta érni, hogy egy bírónak köszönhetően úgynevezett harmadik neműként ért, tehát X kategóriába került, és az utóbbi egy-másfél évben viszont úgymond egy újabb fejlemény következett be, aminek az volt a lényege, hogy visszatért a biológiai neméhez, tehát azt mondta, hogy szeretne úgy ismét férfinként létezni, és ő maga azt állítja, hogy a nemváltásnak rendbe kellett volna tennie a mentális problémáit, de azok inkább rosszabbak lettek. Ezt ő állítja, és ezt úgy gondolom, hogy a kérdéskör teljes körű tagnálásokként az ilyen típusú véleményeket ugyanúgy figyelembe kellene venni, különösen akkor, hogyha egy friss tanulmány szerint, pontosabban nyilatkozat szerint, ami a Telegramban jelent meg, hogy az elmúlt 8 évben 4500%-kal nőtt a transznemű lányoknak a száma. Ez abból fakad, hogy 10 évvel ezelőtt 40 lány akarta magát átoperáltatni, és 2017-18-ban viszont már az 1800-at is meghaladta. Ezek kislányokról, tehát kislányokról van szó. Ez számos olyan kérdés felvett, ami a társadalom felfogással és a médiának a szerepénél, a médiának a hatásáról is szólhat. Most úgy gondolom, hogy ez most nem az én feladatom, mert nem is ennek a műsornak a feladata ezt megbeszélni. Ezért de fontos az volt a felvetés. De én úgy gondolom, hogyha azt nézzük, hogy a társadalom felfogása hogyan változott, pontosabban az Emberi Jogok Európai Bíróságának a felfogása hogyan változott az elmúlt 30-40, sőt 50 évben, akkor azt lehet látni, hogy 1986-ban jelent meg az első ügy ebben a témában, ez a Rees versus Egyesült Királyság ügy volt, és itt azt állapították meg a bírák akkor, hogy a 8-as, illetve a 12-es cikkely, vagyis a magán és a családének tiszteletben tartásához való jog, valamint a házasságkötéshez való jog kapcsán nem sérült az egyezmény, akkor, amikor kérték a transznemű személyeknek a elismerését, hiszen a bíróság azt mondta, hogy ez alapvetően változtatná meg a nyilvántartási rendszereket, jelentős változásokat hozva a társadalom többsége számára is, és a hagyományos családmodell az ellentétes neműekre épül, és az államnak joga szabályozni. Ez volt 1986-ban, és a 8-as cikkeinél különösen kiemelése érdemes az a passzus, hogy a második bekezdése, tehát az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8-as cikkei második bekezdése, hogy a csak törvényben meghatározott olyan esetemben avatkozhat be
a hatóság, vagy az állam, amikor az egy demokratikus társadalomban nemzetbiztonság, a közbiztonság, vagy az ország gazdasági jóléte érdekében zavargás, vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség, vagy, és itt jön a lényeg, az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságának védelme érdekében szükséges. Tehát ez volt a kiinduló pont. Ehhez képest az elmúlt... Ehhez képest már ugye gyermekeken is elkezdik ezt, ezt nagyon gondolom jogi szempontból is felvet azért kérdéseket. Mert ott már tudjuk, hogy emberekről van szó, hiszen a gyerekeket már talán nem a kérdés, hogy embernek nevezik-e. Igen, a kérdés azért válnék egyre bonyolultabbá, vagy összetettebbé, hiszen az 1990-ben elfogadott lepehatályban népelt gyermekek jogairól szóló egyezménynek a kiinduló pontja kettős. Az egyik az, hogy a gyermekeknek a érdeke mindenek felett áll, ez az egyik, a másik pedig, hogy a gyermekeknek a véleményét figyelembe kell venni. Na most, ugye, ez ott válnék érdekes, amikor a belátási képesség kapcsán, ami egy magyar jogi kategória, az angol száz jogrendszerben annyira nem jelenik meg ismereteim szerint, de az a helyzet, hogy a mindenkori belátási képessége szerint kell a gyermeket tájékoztatni, illetve az ő érdekeit figyelembe venni a véleménye alapján. Na most ez az aspektus, ami nem érvényesül sok esetben, és ez viszont azt is mutatja, hogy itt is változás látható, hogy amikor az erkölcsökről beszélünk, amikor valakinek az érdekeiről beszélünk, hogy hol vannak azok a határok, ki mondja meg az, hogy kinek mi az érdekes, kitől kell úgymond megvédeni, vagy mitől kell megvédeni, amikor ilyen esetekről beszélünk. Ez érdekes kérdéseket vett föl, amire remélem majd Surjányi Csabának, a lelkésznek feltehetem a kérdést, hiszen nekem úgy tűnik ebből a kutatásból, hogy nagyon sok technológia és megfigyelési aspektus áll rendelkezésre, de úgymond a kályha, hogy honnan kell kiindulni, az akkor hiányzik. Tehát, hogy honnan, mihez mérjük, hiszen ha a gyermekek jogairól van szó, akkor azt ki lehet facsarni, hogy a gyereknek az az érdeke, hogy ő mondjuk 5 évesen kisfiú létére kislány szeretne lenni, és azt nevezzük az érdekének. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ráadásul az emberi jogok Európai Bíróságának van egy olyan ítéletem, mindjárt megkeresem. Ez 2010-ben történt ez a döntés, ami arról szólt, hogy egy férfi megváltoztatta a nemét, mielőtt ez megtörtént volna, a feleségével együtt ugye gyermeket vállalt, és megszületett a gyermekük, majd ezt követően 4 évvel később elváltak. Na most, és a panaszos pedig panasszan élt, mert hogy a spanyol bíróság azt mondta, hogy a nemváltás következtében ugye most már nőként élő édesapának a láthatóságát korlátozni kellett, hogy a gyermeknek a bejönése szempontjából védjék a érdekeit. Igen, és a 10-es ítélet azt mondta ki, hogy a gyermek érdekét kell figyelembe venni, és csak megfelelő módon találkozhat immáron nőnemű édesapjával. Tehát lehet látni, hogy keresi a maga a bíróság is tulajdonképpen keresi azokat a határvonalakat, és azokat a törésvonalakat, inkább így mondanám, amelyek ezeket az erkölcsi etikai kérdéseket egyértelműen tudná rendezni, de mivel ezek olyan kérdések már, hogy csak technológiai, csak jogi szempontból nem válaszolhatóak meg, hiszen az erkölcsnek és az etikának egyre nagyobb és egyre fontosabb szerepe van, amire egyébként már többször is beszéltünk itt ebben a stúdióban, hiszen a technológia már olyan lehetőségeket és olyan kihívásokat nyújt,
amelyekre mindezen kérdéseknek a megválaszolása nélkül nem fogunk tudni a jó válaszokat és a megnyugtató válaszokat megkapni. Nekünk viszont abban a kiváltságban van részünk, hogy ezt tovább kereshetjük, hiszen itt van már velünk a vonalban Súrjáni Csaba lelkész. Szervusz Csaba! Szervusz Kati! Üdvözlöm a hallgatókat! Itt van még velünk a stúdióban Lovászi László kutató is, tehát pont ahhoz a lélektani ponthoz érkeztünk, ami valóban a tudomány és az erkölcs, az etika kérdéseit veti föl, tehát a lehető legmegfelelő pillanatban tudunk hozzád fordulni. Úgy tűnik, és a kutató is azt mondja, hogy valóban hiányzik egy kályha, hogy meghatározzuk, hogy kinek mi az érdeke, ki ember. Ha ember, akkor az emberségéhez milyen érdekek járulnak. Te hogy látod ezt, hogyha kiindulunk mondjuk ebből a hírből, hogy a férfiak, a transznemű férfiak is szeretnének nem csak örökbe fogadni most már, hanem szülni még transzplantáció által? Hát amit mondasz, hogy a kiindulási pont hiányzik, ez mindig is hiányozni fog, amíg az emberek nem hajlandók elfogadni az egyetlen kiindulási pontot, hogy Isten teremtette a világot. Hogyha ezt kiveszik a képből, persze ezt csak elméletben tudják megtenni, akkor annyira bonyolult lesz az élet, hogy az embernek az Isten funkcióját kell felvállalni, és neki kell összerakni a világot, és ebből csak egy férc munka tud származni. És hát ez a fából vaskarika, amiről itt szó van, hogy férfiak nővé váljanak, tehát ezt a istenített tudomány meg tudja valósítani, talán technológiai szinten, tehát a külső nemi jelleget át tudja szabni, varni, bár megjegyzem, általában ijesztő eredmények születnek, tehát ordít az illetőről, hogy át van variálva, és nem eredeti férfi vagy eredeti nő, de a belső részt az senki nem tudja megváltoztatni. Tehát egyszerűen, amit Isten létrehozott, az úgy van. Ha Isten az embert két nemre, férfivá, nővé teremtette, ez soha senki nem fogja tudni megváltoztatni. Hogy fog akkor ez kinézni egy méhen rendelkező transznemű férfinak a lelki-szellemi állapota? Hát biztos vagyok benne, hogy totálisan skizofrén állapotba fog szegény kerülni, tehát ezt empátiával mondom, hogy hát elhangzott itt a műsorban is, hogy gyakran kisgyerekkorban kezdődnek el ezek a változtatgatások, amikor még tulajdonképpen a női vagy a férfi lélek ki se tudott fejlődni. Nyilvánvalóan egy gyereknek, egy kisbabának a lelke, akár férfi, akár nő, az még egy képlékeny állapotban van, de ez a képlékeny állapot nem azt jelenti, hogy akkor szabadon az előjelét meghatározhassuk, hanem azért képlékeny, mert szülőre van szüksége példákra, férfira és nőre, akik felnevelik akár férfivá, akár nővé, és nem lehet egy lányt férfivá nevelni, férfiassá lehet, de férfivá nem, és egy férfit sem lehet nővé, legfeljebb nőiessé nevelni, és hogyha valakit belevisznek, elhangzott, hogy a média hatása, vagy más okok miatt, akár a szülőknek perverz vágyai, stb. Miatt belevisznek a saját nemével való meghasonlásba, az a legalapvetőbb részét érinti a személyiségnek, és tudathasadást, skizofréniát fog okozni, és hát ezért van az, ami el is hangzott, hogy 8-szorosa az öngyilkossági ráta a normál lakosságéhoz képest, tehát nyilvánvalóan ezek az emberek áldozatai ennek az egész, hát nem tudok más szót mondani, bolondériának. Igen, mert egy olyan problémát szeretnének megoldani, amit meg lehetne, de nem ami, ezen a... Ami igazából nem létezik, mert nem kellene zaklatni a kisgyerekeket, nem kellene álljogokkal felruházni. Ezt ismerjük, ezt a jelenséget, hogy azért akarják a gyerekekre a jogokat kiterjeszteni, hogy menthessék magukat például a pedofil elkövetők, hogy ők nem kiskorúakkal, hanem szabad döntéssel rendelkező személyekkel létesítettek személyes kapcsolatot. Már a 90-es években ez ment, hogy küzdöttek
a gyermekek szexhez való jogáért. Tehát ezek ilyen aljas és pervers szándékokból zajlanak ezek a jogkiterjesztések az ifjúkorra, holott mindenki tudja, hogy nem döntésképesek a kisgyerekek, illetve nagyon befolyásolhatóak, és ezt az élet minden területén figyelembe vesszük, de pontosan a nemiség megváltoztatása és a nemi élet területén ezt tudatosan figyelmen kívül hagyják, emögött a pervers felnőtteknek a programja van sajnos. A képlékenységre, hogyha így igei szempontból visszatudnál térni, hogy teljesen világos legyen, hogy valóban van egyfajta fejlődési stációk egy gyermek életében, akár azzal kapcsolatban is, hogy ő fiúként megszületik, de a férfi identitás az ki kell, hogy fejlődjön. Ez milyen szellemi kérdéseket vet fel? Hát először is induljunk ki onnan, hogy mindenki szokta mondani, biztos vagyok benne az összes hallgató, hogy amióta az eszemet tudom. Tehát nem mindig tudta az eszét. Azt jelenti, hogy van az előtti időszak is, tehát hogy van az embernek olyan időszak, amire nem emlékszik. Én sem emlékszem, az anya még bent töltött 9 hónapra, arra sem emlékszem, hogy megszülettem, pedig biztosan megtörtént, de csak úgy mondták, és nem emlékszem az első egy évemre sem. Tehát nyilvánvalóan az emberi lélek egy mag, egy csíra formájában van belehelyezve a testbe, és ez fokozatosan pontakozik ki, bomlik ki, és teljesen más a gyermeknek a lelke, más az ifjúnak a lelke, és más a felnőtt érett lélek. És ezt figyelembe veszi az emberi kapcsolatoknak minden vetülete, és figyelembe veszi a jogalkotás is, ezért meg van határozva, hogy a felnőtt kor 18 évbe húzták meg, szerintem egy picit koraira tették, de lényeg az, hogy van gyermekkor, vagyis felelősséggel kevésbé rendelkező kor, és van felnőtt kor a teljes felelősségnek a kora, és ez viszont nem azt jelenti, hogy mondjuk egy embrióban, az anyamékben egy általános emberi lélek van, amelyet szabadon lehet vagy férfivá, vagy nővé nevelni. A fogantatás pillanatában, mert ezt a tudomány is tudja, hogy eldőlt, a kromoszómákban is megmutatkozik, de a láthatatlanban, a lélekben és a szellemben is megmutatkozik, hogy az az ember, aki megfogant, az férfi vagy nő. És a nevelésnek az a célja, hogy az Isten által eldöntött, tehát ezt nem a szülők döntik el, nem maga az érintett ember dönti el, hanem ezt Isten dönti el, hogy egy ember férfi lesz vagy nő, és ezt az isteni döntést kell tiszteletbe tartani, és e szerint nevelni a gyereket, egy lányt, kislányt nagylányjá és nővé nevelni, és egy kisfiút pedig nagyfiúvá és férfivá nevelni. Tehát, hogyha nem jogi szempontból, hanem a Biblia szempontjából nézzük azt, hogy mi a gyermek érdeke, és azt kinek, és hogyan kell védelmezni, akkor hogyan fogalmaz az ige ebben? Hát én nem választanám mereven szét, mert a Biblia az jogi könyv is. Tehát az emberi jognak nem lenne szabad elszakadni az isteni jogtól. Tehát az isteni jog az abban áll, hogy Isten a teremtő és a törvényhozó is, és az embernek Isten ad törvényt, amit az embernek betartani kell, nem pedig fellázadni ellene. Tehát az Istennek a törvényei közé beletartozik az, ami a legelső lapjain található, hogy Isten az embert férfivá, asszonnyá teremtette, és ezt senki nem változtathatja meg. Van érdekes Jeremiásnál egy olyan rész, kicsit Isten így gúnyolódik az ellene lázadó embereken, és egy tragikus időszakot ír le Izrael számára közvetlenül a messiás visszatérése előtti időről, és azt kérdezi, hogy a férfiak szoktak-e szülni. És hát nyilvánvaló a kérdés, ez hogy aktuális. Nem. És akkor azt mondja, hogy és akkor miért látom minden férfinak a kezét az ágyékán, miért fakó sárga az arcuk, miért kínlódnak. Tehát kataklizmikus esemény sorozatot ahhoz hasonlít, mint hogyha a férfiakra is rászakadt volna a szülési fájdalom, de az egész kép egy ilyen gunyoros kép, ami tehát nyilvánvaló egyértelmű
ilyen sugallja, állítja, hogy ezek a kérdések rég eldőltek, hogy a férfiak nemzeni szoktak, a nők szülni szoktak, és ekközt nincs átjárás, nem lehet átjárást teremteni. Ha az ember ezt megpróbálja, akkor olyan falakba fog ütközni, amit se tudomány, se pszichológia, se okkultizmus, semmi nem fog tudni áttörni. Ezek a teremtett világ legalapvetőbb törvényei. Hogy fog akkor kinézni egy jövő képességkutató, ül itt még velünk, tehát a Biblia szempontjából ez a jövő akkor hogy fog kinézni, hogyha emberek a szabad akaratukból a tudománnyal mondjuk ebbe beleavatkoznak? Hát úgy, hogyha sokáig piszkálják a pofonos ládát, ki fog nyílni. Tehát így mondja a második Zsoltár, hogy miért tühösködnek a pogányok, gondolnak hiába valóságot a népek, a föld királyai felkerekednek, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen, szaggassuk le az ő bilincseiket, dobjuk le magunkról köteleiket, az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nekik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében, és folytatódik tovább. Tehát Isten egy darabig ezt ilyen toleránsan, nevetve nézi, hogy na, erőlködtök, úgyse fog sikerülni, ha pedig egy bizonyos szintet átlép, megdöbbenve hallgattam én is, hogy növekszik exponenciálisan az ilyen igények száma, bár még mindig kevés, de nagyon drasztikusan növekszik. Ha ez átvisz egy kritikus szintet, és persze nem csak ez az egy terület, hanem sok minden más területen, szinte az élet minden területén lázad ma az emberiség az Isten törvényei ellen, és ha ez eléri a kritikus tömeget, akkor jönni fog az ítélet. Eddig azért a tudomány, a jog és az ige az teljesen tudott párbeszédet folytatni. Meddig tud tartani ez a párbeszéd? Hát addig van párbeszéd, amíg az emberek őszintén keresnek. Tehát Istennél vannak a válaszok, az embereknél pedig nagyon sok kérdés van. Ha a jog, ha a tudomány keres, akkor zajlik a párbeszéd, Isten fog válaszolni, hogyha a jog és a tudomány a lázadás és a Isten tagadás, cáfolat pártjára áll, akkor ez a párbeszéd nyilván megszakad, jön egy darabig ez Istennek ez a toleráns, jókedvű, türelmes viszonyulása, és aztán pedig jönni fog egy drasztikus fordulat, amikor Isten az egész világot hát a szőnyeg szélére állítja és elszámoltatja, és hát nagy figyelmeztetés én szerintem az emberek számára, hogy olyan korban élünk, amikor rohamosan növekszik a emberi élet legalapvetőbb kérdéseinek a támadása, amiket hát nagyon sok gonoszkor volt már a Földön, és soha nem kérdőjeleztek meg, hogy egy ember férfinak vagy nőnek születik. Hogyha már ez is a megkérdőjelezésnek a homlok terébe került, akkor én szerintem nagyon kevés idő van már ebből a korszakból, de jó hír az, hogy nem lesz vége a világnak, hanem egy új kor fog jönni. Meg fog esetleg változni az a mód, ahogy az egyház, az evangélium meg kell, hogy szólítsa az embereket, hiszen lesznek olyan gyerekek, akiknek, ahogy a kutatónk is említette, az édesapjából egy másik nő lesz, akit ugye nem is tudjuk, hogy hogyan kell jogilag elnevezni, illetve hát különböző műtéteken átesett emberek fogják hallani ezután az evangéliumot, hogy kell ezt elképzelni. Hát ez igazából nekünk is újdonság és kihívás. Én személyesen nem tudok ilyen példákat, hogy transznemű emberek az evangéliumra pozitívan reagáltak volna. A jövőben nyilván, hogyha ez jelentkezik, mint ahogyan korábban más elhajlásokból érkező, akár drogos közegből, vagy prostituált háttérből érkező emberek felé is meg kellett találnunk a kezelés lehetséges módjait, vagy akár bár ilyet nem szabad ma mondani, de talán ebben a rádióban még szabad, hogy homoszexuális háttérből jövő embereknek
pásztorlását vagy lelki gondozását is meg kellett külön tanulni. Ha ez így jelentkezik, ahogyan te vizionalizálod, akkor nyilván erre is ki kell majd alakítanunk stratégiát, de megmondom őszintén, én személyesen szkeptikus vagyok abban, hogy az ilyen nem váltásokon áteső emberek egyáltalán meg tudnak-e nyílni az evangéliumra. Szerencsére volt itt a rádióban egy jó példa, nyilván nagyon sokat én se tudnék, de ezt az egyet, amit a rádióban közé tettünk, az egy férfiként született, nővé átoperált, majd visszaoperált férfinak a története volt, aki pontosan Jézus Krisztus által talált vissza az eredeti férfi identitásához. És azt... Örülök neki, ha van ilyen, nyilvánvalóan valahogy arra felé lesz a stratégia, hogy ahogyan eddig a házasságtörés, meg pornográfia, meg egyéb kísértések és támadások miatt kellett hangsúlyoznunk a férfi-női szerepeket, az ilyen embereknek nyilván különlegesen, nem csak a házasságon belül, hanem egyáltalán az élet minden területére vonatkozóan a férfi identitást és az abból fakadó feladatokat és a női identitást és az abból fakadó szerepeket, feladatokat kell majd hangsúlyozni, tanítani. Ha lesznek ilyenek, akkor csak azt tudom mondani, hogy adj az Úr. És az evangélium nem változik. Nem változik, és erős, így van. Nagyon köszönöm, Csaba, hogy itt voltál velünk, úgy érzem, hogy így lett kerek, illetve köszönöm Lovászi Lászlónak is, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, üdvözöllek, szervusztok.